A nagy eseményt filmre vesszük. Zsoltika halat fog. Ismétlem, Zsoltika halat fog. A serpa behelyezte a merítőszálkot a vízbe. Jó, ezt vetted? Hát jó lesz benne! Igen, mert leveri a Peti. Lejjj, basszik, hozz közel! De itt már, hogy elviszed a babérkoszorút előre. Még annyira bent van? Bent, bazd meg, de küzd! Nem baj, így lehet, hogy hívják valamit. Mondtam, hogy frissítsd be az etetőanyagot, látod? Hát még pedig annyian adják a tanácsot. Szakértő bűnök! Így működik, hallod? Így működik az élet. No, elhív, gyere. Vezetgessük szépen. Szerdán? Most elhelyen. Most már nem Szerdán itt volt a Pap Gábor, a Corvinusnak a mikrobiológiai labor vezetője. Kérlek szépen, és nagy... A büszke apa. Nem is ez az érdekes, hanem ilyen peniszvizsgálatot kértünk tőle, meg hát én beszéltem vele személyesen. És ponty. És megszületett a ponty. És nagyobb, mint Petié volt. Hát hagyjad már, hogy mérnéd össze, az hogy? Már nincs. Hát itt a fotó, objektíve. Hazán. Objektíve. Hazánvetőlegesen ütszöh akkor, ha bazd. Na sebe se a szája, nézzük meg. Nyugi. Nyugi. Na. Na te ugye, hogy azért ezzel már élmény megfogni a halat. És Zsolti pórázon vezeti a halat. A szökés ez mind ízben megvan örökké, hogy bénázod a halat. Beszéltünk pár... Hú, ez legalább 4 kiló! Kenyeket. Ez 3 kiló van? 2,5-3 kiló. Na, akkor most a videófelvételnek vége.